29. alkalommal rendezik meg itt az Alföldi Állattenyésztés és Mezőgazda Napokat Hódmezővásárhelyen. És el lehet mondani erről a kiállításról, hogy nincs két egyforma kiállítás, mint ahogy a mezőgazdaságban is el szoktuk mondani az évekre. Milyen éve van az állattenyésztésnek most, Zsombor? Szavakban ezt már nehéz elmondani. Szoktuk mondani, hogy nehéz évet hagytunk magunk mögött. Volt azért olyan év, amikor elmondhattuk, hogy jó évet zártunk. Talán utoljára 2019-ben. De 2020 és 2021 az nagyon próbára tette a gazdákat, és aztán reménykedtünk benne, hogy 2021-ben talán elindul valami fölfelé az árakat tekintve például, ami meg is történt, csak éppen a felvásárlási árak mellett az input árak is tovább emelkedtek. Tehát most úgy tűnik itt április-májusban, hogy ez egy még nehezebb év lesz, mint ami volt a 2021-es. Ha jó híreket kell mondani, talán áprilisban, májusban jó hír az volt, meg az lehet, hogy essen az eső, legyen elég csapadék, hiszen ez az év elég szárazan indult. És az, hogy egy kicsit több béke legyen a világban, egy kicsit több béke legyen az ágazatban is, az országban, és ha minket hagynak dolgozni, és a körülmények, tehát az időjárás megfelelő lesz, akkor nagyon bízunk benne, hogy a felvásárlási árak és a piac is úgy alakul, hogy év végén nem kell azt mondani, hogy már megint kevesebben vagyunk. Egy újabb év, amikor kevesebb állattenyésztő van év végén, mint amennyi év elején volt. Én úgy látom itt most Hódmezővásárhelyen, hogy nagyon jó hangulatban mutatják be az állattenyésztők az állataikat. Rosszul látom? Én is azért szeretek ide jönni többek között, mert itt a hangulat mindig nagyon jó. Az emberek mosolyognak, örülnek, hogy itt lehetnek, örülnek, hogy egymást láthatják. Azért két ilyen év után, mint amit a Covid nekünk okozott, hogy nem tudtunk személyesen találkozni annyit, amennyit szeretnénk. És végre most már két év után újra májusban tudunk itt találkozni. Azért ez mind öröm az állattenyésztőnek. Öröm az, hogy be tudja mutatni az állatát a közönségnek, és ez nekünk fontos, hogy itt legyenek emberek, és minél többen lássák azt, hogy mit csinálunk nap mint nap, miért dolgozunk, miért küzdködünk. És mindig azokat a kollégákat, akik mondják a bajukat, a problémákat, arra bíztatom, hogy azért nézzünk előre, és a pozitív dolgokat is emeljük ki, illetve keressük mindig azt, hogy hogyan lehet azért ebből jól kijönni, és hogyan lehet még javítani a helyzetünket. És ez az optimizmus az, amit itt ez a terület, ez a gyönyörű szép közeg nekünk ad, én azt hiszem. A baráti beszélgetések, az optimista hangvétel, mert kell. Tehát anélkül nem tudunk tovább menni. Talán az állattenyésztő a legoptimistább mezőgazdászok között, mert ha nem lenne az, akkor már régen abba hagyta volna. És hát próbáljuk ezt sugározni és ezt kérni a gazdáktól, hogy bízzunk, reménykedjünk abban, hogy majd lesz jobb is. Mennyire vagy elégedett a fölhozatallal, a tenyészállatokkal, amiket itt bemutattak a gazdák? Azért Vásárhely az egy olyan szint, az egy olyan mérce, amit azért mindenki nem tud megütni, és itt minden évben nagyon komoly előválogatás folyik, melyik azok az állatok, amelyeket ide el lehet hozni. Itt rossz állatot, vagy itt olyan állatot, ami a fajtáját tekintve közepes, nem látunk. Tehát kimagasló az állatok színvonala, a tenyészállatok színvonala. Számban is egyébként megteltek a férőhelyek, ez is mindig azért egy dilemma, hogy sikerül-e megtölteni a férőhelyeket olyan minőségű állatokkal, amire büszkék lehetünk. Ez sikerült, nekünk ez is nagy öröm. Az állatbemutatók zajlanak, mindig telt ház van, tehát ezek azok a közönségprogramok, amik a legtöbb embert vonzák. És ez nagyon bízom benne, hogy azt jelenti, hogy lesz egy-két csillogó szemű gyermek, kisgyermek, meg olyan fiatal, aki azt mondja, hogy igen, hát hallottam, hogy nem könnyű ez a szakma, de mégis én ezzel szeretnék foglalkozni. Ez nekünk reményt ad.